Kedves hallgatók, most egy olyan podcast formátumot fogunk megpróbálni, amelyben a podcastelésről magáról fogunk beszélgetni egy metapodcastként. Honnan jött az ötlet, hogy kéne csinálni egy podcastet? Volt egy felkérésem arra, hogy adjak elő egy rendezvényen, egy kisebb szakmai témában, és mivel olyan régen nem beszéltem már nyilvánosan, gondoltam, hogy fölveszem magamat és visszahallgatom. Ha meg már fölveszem magam és visszahallgatom, akkor gondoltam, hogy ebből csinálhatnánk már akár egészen jó kis saját adást, úgyis rákaptam a podcast hallgatásra akkoriban. Így gondoltam, hogy ez nem olyan nehéz dolog, tehát próbáltam egy cinkostársat felvadászni hozzá, és... Felhajtani. Felhajtani, levadászni. Jobb. És még mindig élek. Megoszlanak a vélemények. És rájöttem, hogy az zárt osztályon a kollégák azok pontosan alkalmasak erre a célra. Vártam, hogy majd mondod azt is, hogy egyébként meg keresgeltél magadnak valami hobbit, mert éppen ilyen túlpörgős, kiégős fázishoz közelítettél az aktuális életszakaszban. Ez nem tudatos volt annyira. Csak már mikor belevágtam, akkor realizáltam, hogy ezt azért kezdtem el csinálni, mert szoktam ilyeneket csinálni, amikor túlpörögtem magam, hogy leereszthessek a napi munkából, valami teljesen mással foglalkozom, mint a mindennapok. Igen, én félig kívülről nézve egyébként ezt láttam, hogy ezért kezdted el csinálni, és nem tudom, hogy ezt kivágjuk, hogy benne hagyjuk, de én eredetileg tényleg nem akartam podcastot csinálni. Tényleg csak azért csináltam, mert úgy éreztem, hogy neked arra van szükséged, hogy legyen valamilyen hobbid. Volt az a bizonyos előadás, aminek kapcsán eszedbe jutott, hogy milyen jó lenne egy ilyet csinálni, és úgy voltam vele, hogy végül is hát ártani az én agyamnak se járt, hogyha valami mással lekötöm, mert momentán nekem is mostanában túl kevés dolog körülforgott az életem, tehát jó lenne valami, hogyha színesíteni. De nem éreztem azt, hogy ezt mindenképpen vezetni szeretném, úgy voltam vele, hogy támogatlak, menjünk előre, majd szórakozunk, aztán maximum valamilyen ponton kidobsz, mert nem én vagyok az a zárt osztályparti, akit kerestél, vagy én mondom azt, hogy ez nekem túl idegen, de valahogy most épp még így a tizenvalahányadik adásnál azt keresjük, hogy merre előre, meg hogyan, és most úgy érzem, hogy egy kicsit közelebb vagyunk a célhoz, mint bármikor korábban. Igen, most még visz minket a lendület. Még rengeteg újdonsággal találkozunk. Sőt, most egyre több újdonsággal találkozunk. Egyre több újdonsággal. Alapvetően azért egy érdekes felfutása volt ennek a történetnek. Az érdekes szót rengeteget használjuk. Tehát bármi, ami téma bejön, az érdekes, ugye? Az ő után szerintem a második leggyakoribb kifejezésünk. Igen. Sok alternatívát már találtunk hozzá, tehát izgalmas volt az első időszakban az is, amikor a minimális... Akkor jó. A minimális podcasteléshez szükséges feltételeket próbáltuk megteremteni, a stúdiót, a felszereléseket összeválogatni, beállítgatni, megtanulni a vágás minimumát. Na, az tipikusan az a rész volt, ahol te kitanultad az egészet. Én nagyon lelkesen hallgattam, amit mondasz, és megpróbáltam úgy csinálni, hogy ne maradjak le annyiba, hogy ne tudjak visszakérdezni. Ugyanakkor ez már majdnem elfogadható szintre sikerült hozni szerintem. Éppen annyira voltam lemaradva, hogy még azt hitted, hogy követlek, de valójában azért a hozzáadott értékem a marginális kategóriába esett. Elnézést kérek érte, de szerintem jól csináltad. Ugyanakkor ezt valószínűleg a felénél abba is hagytam volna, hogyha nem lett volna a másik oldalon érdeklődés. Illetve, hogyha az első adásokat nem pozitív visszajelzéssel fogadták volna-e a kényszerű hallgatóink. Várakozással. Várakozással elsőként, majd pozitív visszajelzésekkel az első pár rákényszerített kollega és barát, aki végighallgatott pár nem annyira jól sikerült műsorunkat, amiből a legeslegelső ugye már nem is érhető el publikusan.
Ezt úgy mondjuk, hogy amiből a legeslegelső, az csak a kiválasztottak számára lesz. Nem. Jelenleg csak a kiválasztottak számára elérhető, mert nem publikus, de ha egyszer megéljük a századást, és valami rettentő sok hallgatónk lesz, na akkor bónuszadásként újra közzétesszük, és megnézzük, hogy hányan iratkoznak le. Szerintem, aki már rákapott az ártosztályra, azt egykönnyen nem eresztik. We'll see. Egyébként ez érdekes volt az indulásnál, hogy nagyon sokat... Egyébként. Érdekes volt. Egyébként érdekes, remek, igen. Fú, anyám. Ó, jaj. Szóval. Szerintem ezt nyersen adjuk ki. Csak hogy mindenki okuljon abból, hogy mennyire sokat tudunk belebakizni egy ilyen teljesen egyszerű... Szokták szerintem mostanában hallani a bónusz trekken, amikor ötötször futunk neki ugyanannak, és hallják, hogy maradt az eredetiben is egy hatodik. Igen, a bónusz trackből azért emlékeztetlek, hogy az első ötből csak azt szoktuk belerakni, nem az ötöt, csak az azt, amelyik még akár elviselhető szintű is. Igen, hű. Illetve hát a bónusz trackünk az általában nem tartalmazza azokat, amiket nem tudunk már a visszahallgatáskor fölvállalni. Igen, ez is megesik. A felvállalásnak azért vannak korlátai, mert hát vannak egyrészt a nagyon belterjes poénok, amit egyszerűen senki nem ért, vannak a nem PC poénok, mert hát ez így működik, meg van az, amikor olyan írtózatos dadogásba megyünk át, hogy azt már nem vállaljuk, illetve az is előfordul, hogy egyszerűen akkora baromságot mond valamelyikünk, hogy ezt inkább egyszerűbb örökre megsemmisíteni. Igen, amikor úgy teljesen meggyőződéssel állítunk valamit, majd közben így a kézjelzésekkel így a másik jelzít, de hagyd abba, de nem jót mond. És mégis, de volt múltkor egy, nem is tudom mi volt. Van egy-kettő, amire azt mondjuk, hogy jó, vállaljuk, hogy hülyék vagyunk, de így előfordul, hogy utólag látjuk be, hogy ez nem nyert. Illetve hát a sehova vívő gondolatmeneteket. Meg a végtelen gondolatmeneteket. Abban mondjuk én vagyok jó. Igen, azok nagyon szépen körmondatokban, akár perceken keresztül is tartanak, majd rájövünk a visszahallgatáskor, hogy jó, akkor, hogyha a harmadik mondattól a 175-ig kivágjuk, értelmes lesz az egész hallgatható anyag, sőt, ki szerencsével nem is döccen, tehát ti nem halljátok. Igen. Menjünk egy vicit vissza az elejére. Igen, gyakorlatilag ugye ott tartottunk, hogy összeraktuk az eszközparkot, ami hát kétkörös volt. Hmm. Az első igen. Körben ugye talán az ötödik adásig a kínai beszerzésekkel. Igen, és szépen folyamatosan cserélgettük, és adtuk hozzá az itthonról hozzávett újabb kiegészítőket, a mixert, a... Hogy hívják hangkártya. Ezt itt előttem? Ezt az a szőrös fejűt? Mikrofon. Igen. Amiben beszélni kell. Az. Az is jó volt, mire megtanultuk, hogy arra fele kell beszélni. Egyébként. Egészen meglepően nem triviális dolgok. Például az, hogy hogyan kell beszélni mikrofonban, milyen távolságról, milyen hangerővel nem gyúrozunk. Fura visszahallgatni, hogy milyen sokat őzünk. Fura visszahallgatni, hogy milyen sebességgel, gyorsulással, lassulással beszélünk. Nagyon meglepő hallani saját magad újra és újra, amikor nem is tartalomról beszélgetsz, csak simán visszahallgatod azt, amit ahogy kommunikálsz a hétköznapokban. Ezen mondjuk sokat segített, amikor megint csak ilyen hatodik, hetedik adás után fölvettük magunknak a monitorfüleseket, tehát konkrétan halljuk magunkat real time, hogy milyen hangerővel mit mondunk. Jelzem az üzenet, hogy hat adáson keresztül lényegében süketül vettük föl. Nem hallottuk csak élőben egymást, az meg teljesen másképp hangzik, mint fülesen keresztül. Sokszor elő is fordult azokban az adásokban, hogy nem a mikrofon fele beszéltünk, mert egyszerűen nem vettük észre, ott ültünk egymással szemben, tehát így ment. Kulisszatitok az első adás specialitása. Egy mikrofonba beszéltünk. Szerintem azt elmondtuk benne. Az első kettőbe. Az lehet, hogy elmondtuk benne, de mint ugye említettük, nem de elérhető. A másodikban is még igen. Az... Hát a legelső, a nem létező adásunk, a nulladik, az ugye fél mikrofonba beszélődött,
Tehát az egyik csatorna hallatszott, a másik az nem. Ilyen is volt. Ami teljes egészében megsemmisítésre került, pedig az egészen lendületes volt. És ha megfigyelitek, azon kívül, hogy egy mikrofonba, két mikrofonba is belebeszélünk, még az is változás volt, hogy menet közben a hangszűrés az elképesztően nagyot fejlődött, nem mondom, hogy adásról adásra, de mondjuk 2-3 adásonként érezhető lépések voltak. Ennek része, hogy a technikát magát cseréltük, már úgy értem, hogy a mikrofonokat, meg a felvevő berendezést, a hardvert körülötte. Része az, hogy csak remekül kísérletezgetett itt a mindenféle padlószőnyegek felvonultatásával, hogy igen, csökkentsük az egyébként addig kihalt üres picike helyiségben a visszhangot. Mostanra ezt egész jól sikerült kiölni, és közben még arra is rájött, hogy a felvevő alkalmazásban hogyan lehet, én nem tudom, 8 különböző lépésben csökkenteni a zajszintet, kiszűrni a vonatot, a kutyust, engem, a kiugró hangokat, a kiugró hangokat, a magas, a mély hangokat, és erősíteni, halkítani, szóval rengeteg sok mindent megtanult elsősorban ő közben. Szerintem, ha pisztolyt fognátok a fejemhez, akkor valószínűleg én is tudnám reprodukálni az akciók többségét. Már jó sokszor megnézted. Igen, azért, tehát, nagyon sokszor megnéztem, még egyetlen egyszer nem csináltam meg. Szerintem ez így jól is van mindenkinek. De az üzenet az csak annyi, hogy és ez is minden egyes alkalommal egy picivel jobb lett. Talán most van a második vagy a harmadik olyan egymás utáni felvétel, amikor ugyanazt a szintet hozzuk, ugyanaz a beállítás dzsungel lesz, és nem változtatunk már ezeken. Tehát kellett egy 7-8-9 adás, mire ez beállt. Igen, közben... Amit nem tippeltél volna. Nem gondoltam volna, eljutunk olyan szintig, hogy teljesen hallgatható legyen. Közben változott a stúdió is körülöttünk. Bizony. Tehát itt az első pillanatban, amikor az ominózus kép készült, amit láttok a borítón. A borítóképünk készült, az még a erre a célra kijelölt pincehelységnek felújítás előtti állapota, azóta padlóztunk, ki lettek javítva az ablakok, a vakolat. Van ajtó. Berendezési tárgyak, szőnyeg, fűtés. Ilyen apróságok, amik konnektor, az az egy, amit felszereltem. Meg internet. Ja igen, tényleg hoztam lenetet is, hogy tudjunk. Most azt hiszitek, hogy viccel, de egy ilyen 300 méteres kábeldob van itt mellettünk. A dob még itt van? Itt van. A dob az itt van, azt nem vittem el, de nyilván az szóval nem vicceltél ezt a lehozást. Hát körbe kellett vezetni a házat. A egész épületen a... Például ezt ki fogom vágni. Köszi. Ezt is. Hát körbe kellett vezetni az épületen a kábelt, hogy legyen egy normális, elfogadható internetsebességünk, mert anélkül kicsit nehéz megnézni például azokat a nótokat, amik alapján dolgozunk. Akkor beszéljünk talán egy picit arról, hogy is csináljuk ezt a témagyűjtést, illetve hogy próbáltuk meg több lépésben a témagyűjtést. Én akartam mondani, hogy az, hogy csináljuk, az szerintem most arra nincs köszönő viszonyban az eredeti elképzeléssel, de ennek az evolúciója is egy nagyon érdekes téma. Igen, megpróbáltuk az érdekes témák közül ezt is kiemelni. Olyan. Egyik tervem az, hogy valamelyik adásnál kirakok középre egy perseit. Hát, vagy egy legyen perse, tál, az jobban csodok. Kiosztok két oldalra egy-egy marék tök magot, és mindig be kell dobni egyet, amikor vagy azt mondjuk, hogy érdekes. Elrákcsány, akkor vaszab is magyarót inkább. Nekem mindegy, a hallgatók fognak örülni. Lesz egy 80 perces felvételben 75 perc rákcsálás. Az a legutóbbi adásnál volt, amikor vaszabis magyarót... Nem. Kettővel ezelőtt volt, amikor vaszabis magyarót hörpöltünk el, és azzal indítottuk a felvételt. Ez valamelyiken hallatszik is. Én be tudtam azonosítani, hogy ott még volt egy a számban. Bocsánat. Szóval témák. Itt megint csak proaktív voltál, és előtúrtál egy... Mondjuk ki az eszköznevét? Mondjuk. Szerintem mondjuk. Notion nevű. Egyébként minden platforma, egyébként ez is egy jó szó. Egyébként így van. Minden platformon elérhető, na az egy micsoda, kollaborációs eszközt. Nagyon izgalmas darab. Tehát az önmagában egyedül. Szóval nem érdekes, láttam. Majdnem érdekes, hát mondtam. Nem, arról már leszoktam, hogy most izgalmast mondok, tehát ez most már megint a bünti.
Tehát az eszköz az egy kifejezetten hasznos lehetne, hogyha tudnánk konstans használni. Igazából minden platformon elérhető, minden miért nem használjuk konstans? Azért nem használjuk, mert nem dolgozunk konstans ezzel a témával egyébként. Most is gyűjtünk bele témákat. Majd ki kéne ülni. Hogy használjuk, azt meséld el. Mi ez és hogy használjuk? Mert az a baj, hogy most eljutottunk oda, hogy megint csak mi tudjuk, hogy miről beszélünk. Az elsődleges használata az az volt, hogy a naponta olvasott pár száz hírt, amit megosztásra érdemesnek találunk, tehát nem érdekesnek, azt egy az egybe egy pár kattintással, akár a telefonról, akár a böngészőből megosztjuk ebbe. Egymással. Ebbe az abba, egymással, úgy, hogy a megosztott cikkek azok megjelennek tartalommal, és szépen hozzá lehet tegeket, kategóriákat rendelni adatbázisszerűen, igen. Amiket előre definiálunk, majd saját kommenteket, hogy ennek kapcsán miről lehet még beszélni. Csoportosíthatók. Igen, igen. És fő témakörök szerint. Kitaláltunk még mindenféle ilyen egyéb csoportosítást, hogy lássuk, hogy amikor már 100 cikk van benne, akkor mit olvastunk, mit nem, milyen prioritású szerintünk, akarunk róla beszélni, nem akarunk. Ehhez témákat rendeltünk, a témákhoz hozzárendeltük az adott cikk témákat, hogy akkor ezeket a témákat egyesével, kettesével rakjuk el adásokba. Majd mostanra egy picit elhaltunk ezzel. Azért szerintem két fő okot látok. Az egyik az az, hogy áthelyeződött a fókuszunk arra, hogy egy-egy adott résznek a tartalmára fókuszáljunk, mert rájöttünk, hogy oké, gyűjtünk témákat, de annyira gyors a világ, hogyha kiválasztunk egy témát, amihez van néhány tucat hírünk, és ebből csak az előző, na ezt nem így akartam, van néhány tucat hírünk, de ezek közül sok több hetes, vagy akár hónapos, akkor azokról nem érdemes beszélni, mert már mindenki elfelejtette. Old news, igen, mert már azóta kétszer régi, megtörtént. Régi újság. Most a héten egyébként így jártunk az előző adásunkkal, amelyikben éppen azt fejtegettük, hogy a Tesla tőzsdei kapitalizáció az hogy nő, hamarosan utolérje a Volkswagent, majd a kiadást megelőző, igen, két héttel később, amikor ez egyébként be volt tervezve, hogy kimegy adásba, két nappal azt megelőzően kijött a hír, hogy és meg is előzte, és akkor így néztünk egymásra, hogy puff, old news. Pedig amikor mondtuk, akkor még onnan másfél hét volt odáig, hogy ez bekövetkezett a valóságban. Igen, és hiába vettük elő például az Lime-ot. Az is azt hiszem a múltkori adásban volt benne, hogy igen, és akkor Budapesten is gyanítható, hogy be fog következni az a kivonulás, ami 12 országban megtörtént. Erre hát nem önkéntesen, de elkezdték begyűjteni ott De az nem kivonás. Nem, hát gyakorlatilag ellehetetlenítik a szolgáltatást. Tehát mire kijött, addigra már egy teljesen más hírt kellett volna ugyanezzel a céggel kapcsolatban bemondanunk. Ez az egyik. A másik talán az, hogy az általunk szemlézett portálok egyrészt túl populárisnak bizonyultak a visszajelzések alapján, tehát hogy még úgy is kicsi volt a hírek újdonság értéke, hogy relatíve frissen dolgoztuk fel őket, mert nagyjából ugyanezekből a forrásokból dolgozik néhány nagy portál is, meg a kollégák, a hallgatók egy része is ezt hallgatja. Olvassa, jó lesz ez? Összevagdosuk, hogy ez szöveg legyen? Igen, meg összerakom majd. Köszi. És ezen kívül nekem például az volt benne nagyon zavaró, hogy iszonyúan vezette a tekintetünket. Mindig ugyanazon pár kifejezés téma, például a Tesla körül pörögtünk, az űr körül, a Lime-ok körül. Ezekről szeretünk beszélni egyébként is, tehát hogy azt most megígérem, hogy ezek ezentúl is gyakori témáink lesznek, viszont szerintem azáltal, hogy ezek a hírek domináltak, ezeket gyűjtöttük újra és újra és újra, és ezeknek a frissítéseit, saját magunkat vittük bele egy kicsit egy olyan csapdába, hogy jó, de miről fogunk legközelebb értekezni, mitől lesz az is egy érdekes adás. Érdekes lett volna, hogyha ezt nem cseszed el. Beépített érdekes szűrője van a filmnek. Most nagyon ráéreztem.
Igen, ugye van néhány olyan téma, amit nem akarunk behozni. Tehát ezt viszonylag korán tisztáztuk, hogy nem akarunk se politikáról beszélni, se nagyon zöldségeket mondani, tehát a szélsőséges zöld mozgalmak és ökológiai katasztrófa, amifelé sodródik a világ, az... Abból nem jó viccet csinálni. Nem annyira vicces, nem annyira zárt osztály téma, ráadásul elég sokan foglalkoznak vele. Így ami maradt nekünk, azok a témák, amikkel foglalkozik, ami hírértéket képvisel, ezek jellemzően a mobilitási cuccok, amik most nagyon pörögtek a tavalyi évbe, az űrkutatás, ami nagyon pörgött a tavalyi évbe, illetve hát már technológiai innovációk. Ezt akartam mondani, a startupok és az ahhoz kapcsolódó változások, innovációk, amik hát a tavalyi évbe kezdtek már leülni, meglátjuk, hogy idén hogy fog menni. Majd keresünk az egy másikat, attól nem félek, hogy unatkozunk majd. De akkor itt most egy kicsit menjünk megint egy további területre, ez pedig az, hogy hogyan definiáltuk saját magunkat, mert megvolt az eszköz, megvolt, hogy gyűjtünk témákat, azt is elkezdtük látni egy-két hónapnyi ilyen gyűjtés és elemzés után, amikor még szigorúan csak a cikkekről beszélünk, még ti nem hallottatok belőlünk egy szót se, hogy hát ezek a témák fognak minket érdekelni, így nagyjából be tudtuk határolni ezt a 10-12-t, ami majd jön. Jó, akkor ezt milyen stílusban szeretnénk előadni? Komoly stílusokból már rengeteg volt. Tehát azok, akik feldolgoznak egy-egy speciális témát, akiket egyébként például hallgatok, Hekés Lángos, ezúton is respekt, nagyon kedvelem őket. Egy téma körül csoportosulnak, nagyon szép kutatásokat, feldolgozásokat végeznek, olyan témákat hoznak, amit ki tudnak beszélni. Ugyanakkor nekünk nincsen a saját szakmánk miatt, amit most nem tudom mennyire. Ezt inkább nem mondjuk mondani. Meg. Aki nagyon vicces, mert az összes hallgatónk tudja, hogy kik vagyunk szerintem. Ja, hát most mi név szerint ismerjük a hallgatókat. Tehát. Statisztikából meg tudjuk mondani, hogy melyikőtök mikor hallgat. Az egy másik következő téma lenne itt a statisztikázás. De emiatt az van, hogy akár meg is mondhatnánk, de hát ha ezt egyszer majd az utókor is hallja, és akkor nekik nem kell tudni. De hát amikor fölkapnak minket pillanatra is. Vissza oda, hogy témák, az is egy fontos szempont volt, hogy és nem szeretnénk a saját szakterületünkről beszélgetni, hanem valami olyanról, ami a gondolkodásmódunkban hasonlít, de mégiscsak valami más, mint amit minden nap csinálunk normális esetben, azért, hogy nehogy véletlen olyan témákról, ügyfelekről kezdjünk el beszélni, amik akár ránk, akár rájuk nézve kínos eredménnyel zárulhatna, mint beszélgetés. Igen, nem vagyunk olyan jó helyzetben, mint kiváló Derek und Harry kollégák, akiket szintén üdvözlünk ezúton is, akiknek... Lajos, olyan tanácstalan vagyok. Csütörtökön lesz egy rendezvény, amire nem megyek el, mert a workshopokra eleve nem szeretek eljárni, ez meg a workshopokról szól. Küldjünk nekik tollakat? Meg flipchartot? Szerintem visznek. Jó. Meg ragasos cédulákat is. Ja, meg ilyen színes pöttyökkel. Színes pöttyökkel. Az. Tehát nem vagyunk olyan helyzetben, hogy teljesen ügyfélfüggetlenül, illetve annak a beazonosíthatóságát óvatosan kerülve általános eszet osszunk, ugyanis... A toszásnál egy pillanatra megakadtam. Lelőttek a tajgetoszról. Lelőttek a tajgetoszról. Putira mentek. Nem viccelték el. Teljes ez a lelőttek a tajgetoszról, fölnőtt és eszet osztol. Ugye? Ez se posztol. Megriposztol. Megrikat. Figyelj csak! Ott tartottál, hogy nem, osztjuk az észt. Ezt a fajta észosztást, ezt kerülném. Az én szakmámról nagyon vicceseket nem lehet mondani, túl kevés helyen vagyunk, illetve túl könnyen beazonosíthatóak az ügyfeleink. Az én szakmámról lehet vicceset mondani, de arra már van specializált. Arra pedig ott terület. Vannak a Lajosék.
Na, ennyit arról, hogy nem mondjuk meg. Jó van. Eljutottunk talán addig, hogy miért is, hogyan, már csak azt, hogy hogy próbáljuk ezt fenntartani. Bocsánat, vissza egy pillanatra. Jó, akkor hogyan, ott nem. Hogyan ott volt az elején, egészen mostanáig, több kísérletünk arra, hogy milyen szerepeket vegyünk föl. Nekünk a normál hétköznapi életünkben az egyik természetes működésünk, hogy trollok vagyunk egymással, és úgy általában az egész környezetünkkel. Ugyanakkor ezt elég komoly formában kell csinálni, igen. Tehát nem agyatlan bunkóval, de egyikünk hanem... sem fél attól, hogy egy öltönyös megbeszélésen benyögjön egy poént, mert azok általában szerencsére ott is ülnek. És aztán, ha véletlenül nem öltönyös megbeszélésen vagyunk ott, aztán na, az a normális, hogyha agylázsibasztó poénok és szóviccek születnek egymás hegyén hátán. Ez egy fajta ventiláció számunkra. Próbálkoztunk interjúformátummal, próbálkoztunk egy picit egymástól kérdezősködni. Néha anélkül, hogy szóltunk volna a másiknak, hogy ezt a formátumot próbáljuk megindítani, és a természetes trollal szembesültünk, aki a szép körkérdésre egy rövid, sommás igen vagy nem választ tudott adni, ami... Tanulságos, lássuk be. Ami során talán jobban képbe kerültünk azzal, hogy hogyan ne interjúztassunk, illetve hogy kit ne. Ez hasznos. Hasznos, persze. Ez is hasznos, és az is nagyon, figyelj, különös volt, amikor előreegyeztetett koncepcióval jöttünk, hogy na, ezt az öt témát fogjuk majd kibeszélni, így megyünk sorba, így, katonás, rend, ezeket a poérokat fogjuk rákötni. Tudjátok, mi lett belőle? Tök más. Aztán bejöttünk úgy, hogy akkor kb. Ezekkel a témákkal, és akkor valahogy ezekből valamit összeütünk. Na, abból mi lett? Abból használható műsorok. Egyébként az elsőből az lett, hogy te folyamatosan beszéltél, én meg próbáltam keresni azt, hogy mit is akartam mondani, de már nem tudok rákötni, mert már teljesen máshol jársz. Emiatt ugráltunk ide-oda a műsorba előre-hátra, és voltak olyanok is, amikor a vágásnál ilyen... 10 perccel előre húztunk valamit. 10 perceket tologattunk. Visszahallgatva nem tudjuk megmondani mi sem, hogy ez valójában hol hangzott el az adás későbbi részén. Nem tűnik föl. Nem. Értelmes lett az egész így is. Ez egyébként... Egyébként? Nagy részben ez betudható annak, hogy a vágást azt sikerült egész jól kitanulni. Még van mit fejlődni azért, mert vannak ilyen... Vannak kisebb ugrások, de... Na. Valami még erről eszembe jutott. Ja, hogy próbáltuk felvenni a természetes troll, az ugye megvan. Az nekünk ment. És akkor időnként bevillant, hogy jó, de tipikus probléma volt az elején, hogy mi tudtuk, melyikek azok a témák, amikről beszélünk, de ti nem. Nem tudtad. Nem volt felvezetés, nem lehetett tudni, hogy mi lesz a téma. Lehet, hogy bedobtunk valamit a menet közben a és másik cikkből, amit olvastunk mind a ketten. Kiderült, hogy ez egyáltalán nem vicces, ha nem tudod, miről van szó, de mi röhögünk. Ezt egyébként tudtuk mi is, csak nem értettük, hogy ti miért nem értitek. Aztán megpróbáltunk ezeken változtatni. Az is egy nagyon érdekes dolog volt, amikor tudatosan felkészültünk, hogy elmondjuk, mint ahogy most is rákészültünk, hogy ezt így elmeséljük egy mondatban, 45-ben. Ebből lett egyébként a CES környékén, ugye a 7-8-9-10 adás. A CES az egészen jól sikerült. Adás környékére, hogy ott már tényleg azzal készültük, hogy jó, elmondjuk két mondatban, és azért találtuk ott ki azt a formátumot, hogy egymással sem osztjuk meg előre a cikkeket, mert akkor muszáj elmondani, hogy mi a téma, azzal meg mégis közelebb jöttök is. Ez ilyen fejlődés történet, hogy a felismerés. Hogy az egy dolog, hogy troll vagy, de egy kicsit legyen már értelmes, meg különben egy nulla az egész, amit előadsz. Amit még fel kellett ismernünk, az az, hogy ne vágjunk annyira egymás szavába. Tehát, hogy picit hagyjuk végigmondani a másiknak a mondatait, a gondolatait, mert ez mindkettőnknek egy nehezére esik. Amikor jön egy hülye poén, akkor azt azonnal kell betlökni, hiszen az... 5 perc múlva az mi? Így, na például ez nem mindig sikerül. Igen, ez azon kívül, hogy vedd észre, hogyha 10 percet te beszélsz, a másik, hogy vedd észre, hogyha a másik 5-5-ször sem tudja elmondani ugyanazt a gondolatot. Bocs. Igen, mondjuk ezek mentek tipikusan a bonus trackbe. Yeah. Igen, amikor végig tudom mondani a gondolatot, akkor
Nem mindig ugyanaz jön ki az eredményeképpen. Hát de végül is. Másképp hívtuk. Sok minden ment a kukába is. Szerencsére. Mm, igen, szóval, hogy 10 adás, 12 adás alatt azért rettentő sokat fejlődtünk abban, hogy szerintem most már nem próbálunk meg szerepeket alakítani. Ja, eredetileg volt ilyen is, hogy figyelj, akkor leszek én az örök kritikus, te meg a kis optimista kritikus. Semmi. Tehát, hogy ezt témánként ütjük agyon. Hát fölvettük a saját szerepeinket. Igen, akkor interjúztassunk, mert az érdekes. Tök mindegy. Ugyanoda jutunk a végén. Vannak helyzetgyakorlatok, úgy mondanám, amikor mi magunk megpróbálunk valamibe belehelyezkedni, hogy hát, ha az majd működni fog, ezekből azért szerintem tök sok most elhozott javult sok minden, van, igen. De azért a legtöbb esetben rájövünk, hogy hát ez azért nem csináljuk, mert ezt igazából nem tudjuk. Amikor gördülékenyebben megy a műsor, akkor általában teljesen önmagunkat adjuk. Amikor ilyen nagyon tudományos hangon beszélek, akkor például határozottan valamire nagyon rákészültem. Amikor Gergő beszél ilyen karútnyelt módon, amikor az előbb is, amikor rászóltam, akkor elgondolkodik. Meg szépen lassan beszélek, akkor éppen keresek valamit, és scrollozok, hogy hol a francba volt ez félre rakva az, amiről akarok beszélni. Ugyanis, ha nincsen előttem valami, akkor ilyen számokat soha az életben nem fogok tudni jól mondani. Nekem meg az a munkám, hogy olyankor is mondjak valamit, ezért ilyenkor én nem lassulok le. Én is szoktam mondani dolgokat, ugyanakkor azokat szoktuk utána kivágni, mert hogy nem mindig lesz helyes. Bezzeg, amikor te mondasz valamit. Az mindig helyes, arra gondolt. Nem az. Mindig találok neki helyet. A bónusztrekben. Jó. Na, szóval az evolúció megvolt, ahonnan hova. És akkor eljutottunk oda, hogy jó, akkor beszéltünk már ezekről a témákról, ezekről, és ki is adtuk ezeket. Ki is adtuk, akkor most így miről fogunk, hogy hosszú távon ebből mi lesz, ki fog ezt meghallgatni, és miért, kik vagyunk mi. Ez vicces módon már vagy másfél hónapja csináltuk, amikor így eljutottunk a kik vagyunk mi kérdéshez, hogy definiálnád magunkat? Azon kívül, hogy zárt osztály. Hát, még mindig nehéz a kérdés. Azok vagyunk, akik rengeteg dolgot átengednek magukon, bizonyos, nem fogom tudni kihagyni, bizonyos témákat érdekesebbnek találnak, említésre méltónak. Na, nem kapod vissza tök magot. És ezekről a témákról, ha nem is akarnak mélyen elmélyülni benne, de azért beszélnének egy pár szót, és itt kaptunk is egy visszajelzést, hogy egy dolgot azért nem lenne rossz hallani, hogy mi mit gondolunk arról. Legyen hozzáadott értéke. Hogy az, ami miatt mi ezt méltattuk valami említésre, azt így mondjuk már meg, hogy miért volt az. Még egy dolog. Azért lettünk zárt osztály, mert amellett, hogy trollok vagyunk, a trollságunknak van egy nagyon különleges mi volt, amiről tényleg mindenki fölismer minket, aki ismer. Ez pedig az, hogy elképesztő agymenésekbe tudunk belemenni, és olyan eszmefuttatásokba, amiről nyilvánvalóan tudjuk, hogy sehonnan, sehova nem mennek, de nagyon érdekes dolgokat tudunk összekombinálni. Szokatlan. Különleges dolgokat tudunk összekombinálni benne, ami szórakoztató nekünk legalábbis, de általában a környezetünknek is, és azt vettük észre, hogy ezt szinte bármilyen téma, minket érdeklő téma kapcsán meg tudjuk csinálni, és az ominózus visszajelzés is szerintem részben arra vonatkozott, hogy amellett, hogy elmondjuk a véleményünket, igenis ezeket a típusú, sehol máshol nem létező agymenéseket adjuk át, mert ez az, amiért a kávé mellett oda szoktak körénk gyűlni az emberek. Igen, vagy a reggeli kávénk az néha D-opció. Bizonyos embereket odavonz, bizonyosokat pedig taszít. Hát nem is, hogy taszít, de szerintem már gondolkodtak azon, hogy jó helyen ülnek-e, vagy mi ülünk-e jó helyen, és nem az átosztályon. No issue. Főleg, hogy nem mindig veszik le, akik minket nem ismernek, hogy... Igen, ez egy jellemző probléma, hogy nem feltétlenül lehet róla tudni, hogy egy fiktív
világot ábrázol éppen, amiről beszélünk, és nem gondoljuk komolyan. Sem a hangkordozásunk, sem a poénok elhelyezése nem minden esetben jelzi azt, hogy most egy vicces dolog van. Ehhez érteni kell. Igen, a gondolkodást. Azon lehet általában lemérni az, hogy valamit nem gondoltunk komolyan, hogy a másik oldalban mennyire kínos a csönd? Mennyire hosszú ideig tart a reakcióidő? Tehát igazából nem is a kínos csönd, hanem az, hogy jó, oké, ezt most bedobta, ezt valahogy überelni kell, mivel lehet ennél nagyobbat mondani? Igen, úgy értem a kínos csöndet, hogy van az 1 másodperc, és kitör a löhögés. A 3 másodperc, és nem tör ki, de látod az arcán, hogy most ő agyvérzést kapott, és mindjárt megöl, és valamit mondani kell. És a 10, amikor tényleg kínos lesz a csönd, mert ez mi a jó szöszre gondolt? Ez van már csak az arcán, na az kínos. Az jellemzően az akkor történik, amikor nem egymással beszélünk, hanem van valami harmadik fél is. Hát vagy egymással beszélünk, csak valaki olyan. Hát általában, ha minket hall valaki, akkor az már régen kínos. Régen meghalt. A buli. Azt csak leült. Haza. Mi az, ami mostanában foglalkoztat? Eljutottunk arra a szintre, hogy azt gondoljuk, hogy az adás vállalható. Igen, publikálhatók vagyunk. És szembesültünk egy következő problémával, hogy oké, a családjainkat már bántjuk ezzel. Értsd, hallgatóink. Úgy értettük. És még rajtuk kívül is van néhány olyan kollégánk, barátunk, ismerősünk, akit sikerült rávenni egy-egy rész meghallgatására, és ezek után még mindig beszél velünk. Ezt köszönjük nekik, és iszonyú nagy eredménynek tartjuk. De hát végső soron, amellett, hogy megtanulunk beszélni, artikulálni, felismerjük a klasszikus beszédhibákat, szóismétléseket, tipikus fordulatokat. Az artikulálással még baj van. Tehát az kicsit ritkább. De nem figyelünk annyira oda. Azért a visszahallgatásnál sokszor meg szoktuk állapítani, hogy ezt javítani kell. Az egy másik kérdés, hogy ezt nem javítjuk, de legalább tudunk róla. Ja, hát felismertük. Szóval, elkalandoztam saját magamtól. Azt akartam csak mondani, hogy most akkor gyártunk olyan tartalmat, amiről mi azt gondoljuk, hogy vállalható, most már nem elsősorban arra figyelünk, hogy gyártsuk, hanem sokkal inkább arra, hogy a tartalom készüljön, de mégis kit fogunk ezzel megszólítani, és hogy. És ebből adódik az, hogy most egyre több kérdésünk van, ahelyett, hogy egyre kevesebb lenne. Igen, azt gondoltuk, hogy, vagy legalábbis én arra gondoltam, hogy az elején így egy jó nagy befektetéssel össze lesz rakva a technika, a publikáció, a séma, a vonat, és ebből utána simán már úgymond csak azzal kell foglalkoznunk, hogy fölveszük, leadjuk az adásokat. Az meg majd valahogy elterjedik. Az meg majd vonza magához a hallgatókat. Na. Annyira nem akarunk teljesen öncélúan felvételeket készíteni, bár tanulás az egyik alapvető célunk. Hmm. De mégis valamilyen szinten el kell kezdenünk például az esseinket visszafogni, mert ez borzasztóan hangzik, ahogy hallom. Ez érdekesben is benne van. Te sejpítesz? Segítség. Szóval. Tehát szeretnénk azt, hogyha valaki nem úgy hallgatna meg minket, hogy 10-15-ször elmondtuk nekik, hogy podcastot készítünk, itt van a cím, esetleg kiveszük a telefonjukat a kezükből, beállítjuk rajta, és utána átállítjuk a képernyőzárat, majd a fülükbe dugjuk a fejhallgatót, hogy hallgasd meg. Ezt kikérem magamnak, kizárólag neki jutatott ilyen eszedbe. Ja, ez egy fiktív példa volt, tudom. Így is nehéz hallgatókat keresni. Ugye lájkot így nem gyűjtöttünk. Ettől nem lájkokat kapunk, maximum hallgatottságot. Hogy tudjam. És ezért rájöttünk, hogy kénytelenek vagyunk valamiféle marketinget folytatni. Online brandinget csinálni, ami nem egy egyszerű sztori, hiszen nekünk van mindkettőnknek egy-egy saját szakmai brandje, és szakmai brand mellé fölhúzni egy kicsit komolytalanabb. Kicsit?
egy enyhén szarkasztikus, egy nem teljesen szakmai brandet. Milyen kasztikus? Ennek vannak kihívásai. Öt. Látod, ez már közel kínos volt. Az a szerencsé, hogy ebből a hallgatók semmit nem hallanak, mert hogy... Kivágjuk a csendeket, igen. Kiváló plugin van arra, hogy az összes ilyen húzamosabb csendet kivágja. Tehát, emellé felépíteni ezt a szarkasztikus alter brandet, amiről tudod, hogy, vagy tudható, hogy a tied, de összességében mégis tőled elkülönült entitásként jelenik meg a szociális médiában. Kicsit javítanék, eredetileg én... Közösségi médiában. Igen, a közösség. Igen. Eredetileg az egészet független brandként szerettem volna megcsinálni, tehát olyan alter egókat választottunk, ami mögé el tudunk bújni. Ennek ellenére látszott, hogy ahhoz, hogy egy teljesen nulláról fölhúzzunk egy alter egót, az rettentő munka. Amit fel tudunk használni, az amúgy létező közösségi média jelenlétünk, ami történelmi okokból egyik oldalon a sáv jobb oldalán nem létezik. Jó, ez is egy fejlődési pont volt, amikor aztán sikerült rájönni, igen. Hogy ez egyáltalán nem vicces, hogyha ilyen angyal és ördög módjára két vállodon ücsörgünk, és honnan beszélünk bele át a fejeden. Igen, az egyik mikrofon ugye a bal sáv, a másik a jobb sáv, és ezért a hallgató úgy érezhette, hogy gyakorlatilag közénk van szorulva, igen, ami nem a legkellemesebb. Mármint, hogy nagyon érdekes volt, de nem kényelmes. Érdekes. Figyelek. Majd arra kell rájönnöm, hogy tudok egy érdekes szóra filtert csinálni, és mindegyiket kisípolom. Mindegyik ugyanúgy néz ki a hangmintája. Hú, erről most jól elbeszélgettünk. Ezt gondolom, hogy a közösségi média és a brandépítés lehetne egy teljesen külön adás. Ezt ketté kéne venni. Nekem pedig most oda kéne kimenni. Tehát te mikor határoztad el, hogy podcastelni fogunk? Én nem határoztam el, te csináltad az egész a te hibád. Ez jó beszélgetés lesz, hogy így folytatjuk. Jó, ez az interjú formátum, ez nagyon jól ül. Csináljam fordítva? Esetleg? Jó. Jó. Utcu neki. Mi vagy te, papagáj? A terem búráját. Mennyezet. Kupola. Nem. Az a búra. Nem, ez nem kup. De nem is ola. Na, akkor aztán végképp kizártuk, tehát mennyezet. Picit. Ez most az a hangod, amikor ilyen előadó hangom van. Igen, mert éppen próbálok... Ezt benne hagyjuk. Így. Tehát éppen próbáltam a nyelvemmel megbarátkozni, hogy az abba az irányban mondja ki a szavakat, ami ember. Szerintem kezdjünk egy új epizódot. Barátkozik a nyelvével a figura. Jó. Szóval azt, hogy próbáltunk mindenféle szerepeket, interjú, szerepeket és formátumokat. Formátumokat is próbáltunk, igen. Egymással. Igen, júlozok egyet. De. Ja, csak ott akadtál le, csak gondoltam a vonatra. Jó. Ezt az egész világot nem értem. Azt hiszem, hogy ez a fő pont, hogy nem is akartam, és nem is sikerült rendesen megértenem. Valójában te 20. században születtél. Mi, te mikor? És ott is maradtál. Köszi. Bocs, ezt még egyszer. Nekem negyedéves szűréseim vannak, amikor így végigmegyek a LinkedIn-es kapcsolati hálón, és akit nem ismerek, azt kitörlem. Igen, ugyanez. De azért, hogyha kell, akkor... Hát egyébként szoktam rendszeresen egy ilyen szűrést csinálni, hogy ismerem, nem ismerem. És ugye nekem nincs arc és névmem, úrjám, tehát az ismerem, nem ismerem, de sokan ki szoktak esni. Ismerem, nem ismerem, HR-es. Öreg vagy, ezt így mondják máshol. Igen, ha levágnák a nyakamat, akkor órákig lehetne számolni az évgyűrűket. Ezt hagyjam, de alacsonyabb lenni. Hát kinek mi a célja? Ez csak fővesztést erre mellett, ugye? Ez egy fölösleges megjegyzés volt. 50 perc. 5 másodperc, ez meg volt azért. Ezt kerestem valamit nagyon. Mit hozzám vághatsz? Ennyit sikerült. 50 percet sikerült hozzád vágni. Ahogy érted, figyelj!
Mit gondolsz arról, hogy zárunk, és kezdünk egy újat?